Abban a reményben utazott, a Mészáros József személyében egy kétszeres világbajnokot is felvonultató BKV előréhez az NTK, hogy kiemelkedő teljesítménnyel esetleg megszerezheti első idegenbeli győzelmét. A mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikor felcsillant a pontszerzés esélye, végül azonban csak tiszta sejtállásra futott a vendégek erejéből, akik 3259 fát elérve 6-2-es vereséggel távoztak a sportutcából. Egész jó kezdést produkáltunk, de sajnos a Szlovenszki Tibornak csupán egy fán múlott a csapatpontszerzés, míg nekem sikerült a kétszeres világbajnok Mészáros Józsi bácsit 3 fával ugyan, de megverni, és már ekkor látszott, hogy van keresni valója a nyíregyházi csapatnak, ekkor még csak 40 fás hátrányban voltunk. A második sorba fellépő triónk azonban olyan szuperul bekezdett, főleg a Hakker Dezső révén, hogy teljesen már majdhogy nem nullára apasztotta ezt a különbözetet, és már megfordulni látszott a párharc, azonban mégsem így történt, ugyanis a BKV előre csapata erőt merített a második sora, és folyamatosan növelte előnyét. Kiemelném még a Hakker Dezső 591 fás mezőnybeli legjobb teljesítményét, ami számunkra még egy pontot eredményezett, azonban ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy csapatfába legyőzzük ezt a BKV előrét, és így sajnos nem sikerült meglepetést okoznunk, viszont egy tisztes 6-2-es vereséget szenvedtünk Budapesten. Az alapszakasz felénél a 100%-os Szeged vezeti a 10 csapatos Szuperliga tabelláját, a nyíregyházi Teke klub, amíg bennmaradás jelentő 8. helyen áll, megelőzve a Szolnok és az Ajka csapatát. Nekünk ez egy bemutatkozó év, és reménykedtünk, hogy ezt a 8. helyet sikerül majd elérnünk félidőbe, és erre alapozva végülis azt lehet mondani, hogy a következő félidőbe az igazi riválisokat tudjuk majd fogadni végre hazai pályán, úgyhogy mindenképpen több győzelemre számítunk majd hazai pályán. Első félidőben végülis a két mögöttünk levő csapatot, az Ajkát és a Szolnokot sikerült megvernünk, ami számunkra nagyon fontos volt, úgyhogy minden az elképzeléseink szerint alakult, sajnos még idegenben a meglepetés az hiányzik. Az idei évben még 3 tavaszról előrehozott fordulót játszanak le a csapatok, az NTK, az Alegerszeg, a Szolnok és az Ajka ellen lép pályára.